Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Iker Lang, szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Iviana számára. Kedves Iviana, üdvözöllek téged, ez a te videód, és megtekintjük azt, hogy áll ő hozzád, mi lesz ebből a párkapcsolatból. Bal oldalon vannak a te kártyáid, jobb oldalon pedig az ő kártyái. Amit most látsz a képen, ott középen, ez mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Bal oldalon az első kártyán láthatóak a botok. A botok jelentik a tűz elemét, a te bátorságodat, de azt is, hogy védd magadat, mint ahogy ez a kép mutatja. A külső botok azok lehetnek támadások, de lehetnek jó kapcsolatok is. Itt figyelj oda, ki milyen szándékkal közeledik hozzád. A te kezedben is van egy bot. A képen egy férfi látható, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és mutatja a te tartásodat. Tehát vedd kezedbe a dolgokat, figyelj oda az eseményekre, ki milyen szándékkal közeledik hozzád. Ha ez téged lelkesít, ez is a tűz eleméhez tartozik, akkor ott hátul a kapu nyitott, beléphet az életedbe. Ha valaki bosszant téged, akkor vedd kezedbe ezt a botot, légy erős és bátor, zárd be magad mögött ezt a kaput. Zárd le ezt a kapcsolatot. A középső képen egy tolvaj látható. Az lehet, hogy vannak ellenségeid, és ellopnak tőled valamit. Itt nem mindig pénzügyi dolgokról van szó, az is lehet, hogy rabolják az erődet, az energiádat, vagy az időt, és nem tudsz nemet mondani, ez is előfordulhat. Viszont ez a tolvaj utalhat még valamire, ellopja a félelmeket. Az pedig előnyös, az kellemes, mert akkor át tudod tenni magadat a bizonytalanságok felett, a félelmek felett, és a kardok ezen a képen utalnak arra, hogy felszabadultnak érzed magad. A harmadik képen már látható a mozgás. Kezedbe veszed az eseményeket. Ez a fehér ló egyenesen megy céltudatosan. Nincsenek akadályok. A fekete ló az mindig úgy hátrafele tekint, ami a múltra utal, vannak félelmei, olyan bizonytalan, lassítja az eseményeket. Te döntesz, hogy melyik irányba tekintesz, és légy aktív. Ápold vele a kapcsolatot. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Az első képen ott jobb oldalon láthatóak a kelyhek, középen szintén a kelyhek láthatóak. Ezek utalnak az érzelmekre. Ez a férfi szeret téged. De ahogy látod az első kártyán ott jobb oldalon, most befele tekint. Az alsó három kehely utal a múltra. Ott könnyek vannak. A felső kettő kehely utal a jövőre, te és ő. De jelen pillanatban visszahúzódik. Talán fél egy új kezdettől, vagy le kell zárnia a múltat. A középső kártyán láthatóak az álmok. A hetes szám az a hold energiájára utal. Ezek a vágyak, a remények, és mint mondtam, az álmok is. Az is lehet, hogy te az álomképekben megjelensz nála. De ebben hinni kell, nem csak neki, hanem neked is. A
A harmadik képen te vagy látható, ez a királynő, és ez a királynő uralkodik a tűz eleme felett, mutatja a lelkesedést, a bátorságot és a szenvedélyeket is. A következő kártyán megtekintjük azt, hogy miről kellene elgondolkodnod, mert ez, ami a közeljövőben megvalósul. Amire számíthatsz a közeljövőben, azt mutatják a képek ott felül bal oldalon. Az első képen láthatóak a megújulások, lesznek nálad változások. Átteszed magad a félelmeken. A középső képen láthatunk kettő vidám, fiatal hölgyet. Itt lehet egy ünnepség, egy meghívás, ez a vidámság érezhető itt, viszont a háttérben ott vannak a botok, mégpedig négy bot. A négyes szám utal arra, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete, de a botok olyan közelben állnak, ami utalhat feszültségekre és korlátozásokra. Ha ezen átteszed magad, vagy keresel egy új irányt, akkor látható ez a boldogság, ez az ünnepség, és felszabadultnak érzed magad. A harmadik képen látható egy új irány, ami téged lelkesíteni fog, erre utal a tűz eleme. Az egyik kezedben ott van a bot, és tudod, hogy melyik irányban fognak mozogni az események. A második bot ott van melletted, de nem mered megérinteni. Ez szimbolizálja a lelki társadat. Nem tudod, hogy ő mit akar, mi vár rád, félsz attól, hogy ő elutasít téged. A harmadik pot a háttérben utal a múltra. Ezt le kell zárni. Most megtekintjük azt, hogy mi várható nála a közeljövőben. Én a középső képpel kezdeném, ahol látunk egy kislányt, a kezében van egy aranyérem, és ő odafigyel. Ami a háttérben van ezen a szent képen, azt nem is látja. Ez a kislány szimbolizálja az ő tartását. Viszont ezek az aranyérmék jelentik a belső értékeket is, mindazt, ami számára értékes. Ő nem meri ezt a birtokába venni, mert fél attól, hogy elveszíti. Ez kihat a párkapcsolatra is, fél attól, hogy te elhagyod őt. Az első képen, ott jobb oldalon felül van egy fiatal fiú, a kezében ez a kard, és ez jelenti azt, hogy változik nála valami, kezébe veszi ezt a kardot, ami a levegő elemét szimbolizálja, és lassan-lassan mutatja ezt a nyitottságot, közeledik hozzád, és lesz köztetek ez a beszélgetés. A levegő eleme és a kard mutatja azt is, mennyire fontos áttenni magunkat a félelmeken, ez utal rá is. A harmadik képen láthatunk egy hölgyet, ami az ő tartását jelenti, mert a képeknek szimbolikus jelentése van. Előtte van egy fa, olyan, mint egy karácsonyfa, fel van díszítve ezekkel az aranyérmékkel, és odafigyel, de ezek az érmék nem az ő érméi. Ami az övé, az ott van a földön, azt fel kellene neki venni. Ez azt jelenti, hogy ő összehasonlítja magát másokkal, és ő úgy érzi, hogy mindenki megkap valamit, vagy mások ezt megérdemelték, de ő ezt nem kaphatja meg, mert ő nem értékes, nem veheti ezt birtokába. Ez utalhat az anyagiakra, utalhat a munkahelyére, olyan sikertelennek érzi magát. Ez kihat a párkapcsolatra is, mert ő összehasonlítja magát másokkal, és
Ő úgy gondolja, hogy te egy más férfit, egy jobb férfit érdemelnél meg. Most megtekintjük a titkokat nálad. Az azt jelenti, amit még nem látsz, vagy amit el kellene titkolnod, azt is jelentheti, hogy valami később fog történni az életedben, és ez még nem látható, tehát ez egy nagy titok. Az első képen ott lent bal oldalon láthatunk egy lovas férfit. De ez a lovas férfi nem mutatja az arcát, nem tudhatod, hogy milyen szándékkal közeledik hozzád. Te megbízhatsz a te lelki társadban, de ha lesz egy új ismeretség, és egy másik férfi közeledik hozzád, akkor légy óvatos. Ami a te lelki társadat illeti, ott látható középen. Még mindig befele tekint, és nem tudja, hogy tudná ezt a szerelmet felvállalni, de nyitott lesz, és kimutatja az érzelmeit, ebben kell most megbíznod, mint ahogy ez a királynő mutatja. Ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, és az utal az érzelmekre. Te is nyitott leszel erre a párkapcsolatra, és bíz benne, mert az ő szemében te vagy ez a királynő. Most megtekintjük az ő titkait, vagy azt, amit ő nem akar látni, vagy azt, amit ő eltitkol előled, vagy ami később fog bekövetkezni, és még nem látható. Az ő kártyái ott lent jobb oldalon láthatóak. Én a középső kártyával kezdeném, mert ez mutatja azt, hogy ő elgondolkozik a jövőről, visszahúzódó, nem mer lépéseket tenni. A mellette lévő kártya jobb oldalon mutat két botot. Az utal a ti párkapcsolatotokra, te és ő. Az egyiket fogja a kezében, ami őt szimbolizálja. Te ott vagy mellette, de nem mer téged megérinteni. Viszont, ami a jövőt illeti, azt mutatja ez a király. Tehát ő kezébe fogja venni a dolgokat, közeledik hozzád, nyitott lesz érzelmekre, kimutatja az érzelmeit, és ez a király uralkodik a tűz eleme felett, az mutatja bátorságát, a lelkesedését és a testi kapcsolatot köztetek. A következő kártya mutatja azt, hogy mi köt össze benneteket. Ami titeket összeköt, az a két kehely, ami ott középen felül látható is. A kelyhek szimbolizálják az érzelmeket, és a kép mutatja ezt a szerelmes párt, és az te vagy, és ő. Itt nincs egy harmadik személy. Ő a te lelki társad, és te vagy az ő lelki társa. Itt tényleg van ez az ikerláng szerelem. Kedves Iviana, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!